Ivan Sklar vállalkozást vezetett, iskolába járt, és önkéntes munkát végzett heti 60-70 órában. A túlfeszített tempó miatt hamarosan az életével játszott. Majdnem halálra dolgozta magát. Két héten át gyengélkedtem. Úgy tűnt, elkaptam az influenzát. Gondoltam, jó lesz feliratni valami antibiotikumot az orvossal, de nem volt rá időm. Ám a betegség nem influenza, hanem egy gyorsan rosszabbodó tüdőgyulladás volt. A légzésem nagyon erőtlen, alig hallható volt. Kérdeztem Istent, mi történik, Uram? Bíz bennem, válaszolta. Egy nap Ivan összeesett. Kórházba szállították, ahol dr. Tekinló súlyos betegséget diagnosztizált nála. Hat tüdőlebenyéből négyet érintett a gyulladás. A vizsgálatok szerint Ivan szervezetében a fertőzés miatt szeptikus sokk alakult ki. Dr. Low elmagyarázta neki, hogy a fertőzés visszaszorítása érdekében mesterséges altatást kell alkalmaznia, Ivan azonban tiltakozott. Úgy éreztem, soha nem fogok felébredni. Újra és újra elmondtam neki, hogy szép életem volt, tudom, hova kerülök a halál után. Nyugodtan elengedhet. Őszintén megbeszéltük a dolgot, és imádkoztunk. Aztán ránéztem, és azt mondtam, én leszek az utolsó ember, akit lát, mielőtt legközelebb kinyitja a szemét. Eközben Donna Herrick, Ivan barátja és lelkésze ima csoportot szervezett érte. Összegyűjtöttem a hallgatóimat. Minden napra jutott valaki, aki bement, hogy imádkozzon érte. Olyanok voltunk, mint egy család. Ivan szervei kezdtek leállni. Két hét alatt háromszor kellett újraéleszteni. Egy-egy létfontosságú szerv leállásakor körülbelül 20% az esély, hogy a beteg meghal. Ivan légzése, szíve, veséje, pajzsmirigye és hasnyálmirigye is felmondta a szolgálatot. A vércukor szintje szabályozhatatlan lett, ekkor úgy 70-80%-ban biztosak voltunk abban, hogy meghal. Mivel Ivannak nem volt családja, barátainak kellett dönteni arról, hogy lekapcsolják-e a gépekről. Lelkészként Donna Herrick számtalan hasonló esetet látott már. Ha valakit hosszú ideig lélegeztető gépre kapcsolnak, általában nem sikerül abból az állapotból kijönnie. Kevés az esély a gyógyulásra, úgyhogy felkészültem arra, hogy nem fogja túlélni a betegséget. Egy alkalommal Donnát Isten arra vezette, hogy leüljön mellé az ágy szélére. Úgy tűnt, nem érzékeli a külvilágot, de még nem is halt meg. Megfogtam a kezét, és azt mondtam neki, hogy szeretem. De rendben van, ha ott marad az Úrnál. Teljesen rendben van az is. Hiányozni fog nekem, mindannyiunknak, de elengedjük. Donna nem tudhatta, hogy Ivan ekkor már a mennyben volt. Emlékszem, hogy amikor elhagytam a testem, egy gyönyörű mezőn találtam magam. A virágok rendkívül élénkszínűek és élettel telik voltak. Nem lehet szavakba önteni, milyen érzés Jézus jelenlétében állni. Szeretet, fény, tisztaság van ott. A szeretete kimondhatatlan, mindent átható. A zene, amit hallottam, felülmúlta a legszebb gyülekezeti kórust, mintha százezrek dicsérték volna az Urat. Kimondhatatlan öröm töltött el az embert. Ivan azt mondja, a mennyben járt. Jézus megismételte, ami az igében áll. Kérjünk tőle bármit. Az emberek azért nem kérnek, mert nem érzik magukat méltónak rá, vagy félnek, hogy Isten terhére vannak a kéréseikkel, vagy nem hisznek Krisztusban. De én mondjam el az embereknek, hogy kérjenek. Jézus visszaküldte Ivant egy üzenettel. Azt akarom, hogy mondd el az embereknek, amit itt láttál. Beszélj nekik a szeretetemről és a megbocsátásomról. Azt akarom, hogy teljes szívükből megtérjenek és kövessék a parancsolataimat.
Három nappal a gépekről való lekapcsolás előtt Ivan magához tért. Csodálatos volt, hogy a halálból egyszer csak élet lett. Előtte ott feküdt, a lélegeztetőgépen, sápadtan, élettelenül, olyan állapotban, ahogy ilyenkor az lenni szokott. Most meg, ahogy beléptem a szobába, nem mondom, hogy táncra perdült, de megint Ivan volt. Nagyon gyorsan kikerült az intenzívről a rehabilitációra. Fantasztikus volt. A visszatérés keserédes volt. Megint ebben a testben lenni, ami tele van gyengeségekkel és korlátokkal. A mennyben nincsenek korlátok. Amint meg tudtam tenni, a mennyről kezdtem beszélni. Ivan gyógyulása hosszadalmas és nehézkes volt, de sikerült talpra állnia, orvosát is meglepték a történtek. Ivan gyógyulása csoda. Általában a hozzá hasonló esetekben az ilyen mértékű helyreállás nagyon ritka. Ritka, hogy valaki ilyen mértékben tud visszatérni az előző életéhez, munkájához. Idővel feleségül ment Rickhez, aki betegsége idején imádkozott érte. Ivan hiszi, hogy különleges feladattal bízta meg őt Isten. Hiszem, hogy el kell mondanom mindenkinek, mennyi szeretet és megbocsátás van a mennyben. Nincs rá megfelelő jelző, milyen csodálatos ez a hely, ahová vágyom vissza. Szeretném, ha minél többen oda kerülnénk az út végén, mert igenis létezik menny és pokol, ami között nekünk kell választani.